Már is kezdjük mai háttér extra adásunkat, és egy picit megint afelé megyünk el, hogy hogyan tudjuk ezekben az időszakokban egy kicsit könnyebbé tenni a mindennapjainkat. Mire kell odafigyelnünk ahhoz, hogy nyilván szeretteinkkel és mindenkivel jól kijöjjünk ebben a kényszerhelyzetben. Szervusz Márti, köszöntelek téged, coach NLP trénerként fogsz nekünk tanácsokat adni. Szervusz, jó napot kívánok minden kedves nézőnek! Márti, ezekben az időszakokban, vagy ebben az időszakban, ugye ez egy nagyon speciális és váratlanul jött helyzet. Mindenkinek egyre nehezebb, ahogy telnek a napok, a hetek. Mik azok a legfontosabb és legkomolyabb problémák, amik ilyenkor előjönnek a mindennapokban? Több kategóriába sorolnám. A legelső, azt hiszem, azok a vállalkozók, azok a színészek, művészek, vendéglátással foglalkozók, akik a munkájukat elvesztették, ha csak átmenetileg is, de most nincs bevételük. Tehát, hogy ők mindenképpen egy csoport, és őket külön kell kezelnünk, külön kell, hogy beszéljünk róluk, mert most talán először életükben, és én is ide tartozom sajnos, nem tudjuk, hogy hogyan tovább. Azaz a nincs terv, nem lehet a megszokott, megtanult módszereket, vagy új módszereket sem lehet megtanulni, mert nincs minta erre a helyzetre, amit most átélünk. Tehát nekik most egészen biztos, hogy a stressz, a kilátástalanság, a pánik, a depresszió igazából egy gyász állt be. És fontos, hogy úgy tekintsünk a családtagjainkra, a barátainkra, mint aki gyászol. És nem feltétlenül lineáris módon fogja megélni a gyász öt szakaszát, hanem változhat. Mehet simán egyből a depresszióba, nagyon sokan még tagadásban vannak. Ó, hogy ez egy hónapig tart, három hétig helyre fogunk jönni, igen, csak hogyha jól megnézzük a mai híreket, már június-július trebesgetnek, mint a krízis helyzetnek a vége, vagy még talán nem is a vége. Szóval, hogy nem tudjuk, kilátástalanok. Ezért nagyon fontos, hogy türelmesek, megértőek legyünk, próbáljuk beszéltetni, tehát kell egyfajta, nem is tudom, ez a csendben csak meghallgatom a másikat, ez az igazi lelki beszélgetést gyakorolni a családtagjainkkal, akik ebben a kategóriában vannak. Hagyni kell őket ventilálni, mondja ki, beszélje ki, ha akar egy kicsit, vigye fel a hangját, nyilván nem agresszív, abuzív magatartást kell elfogadnunk. Aztán reméljük, hogy megnyugszanak, reméljük, hogy megértik, hogy nem csak ők vannak ebben a helyzetben, hanem sokan mások is, és hát van egy másik kategória, akiknél valaki már beteg, valaki már karanténban van, és hát még nem azt a fajta gyász szakaszát éli meg, vagy azt a típusát éli meg, hogy jaj, el kell engednem valakit. Mégis az, hogy nem lehet mellette, nem gondoskodhat róla, nem szólhat hozzá, teljes izolációban van, ez nagyon megnehezíti mindkét oldalnak egyébként a lelki terheit. Biztatni itt is csak azt lehet, biztatni, megnézni az életnek a pozitív oldalát, valamelyest, már amennyire lehet. Még élünk, még van mit ennünk, van fedél a fejünk felett, jó szívünk van, vannak szeretteink, tehát meg kell találni a legapróbb, ám legjelentősebb pozitív aspektusait az életünknek ebben a pillanatban. És aztán van a harmadik kategória, akik önként karanténban vonultak, otthon vannak, ide tartozom én is. Várunk, minden nap figyeljük a híreket, figyeljük a világ történéseit, belső reflexiót folytatunk. Hogyan kell egymáshoz viszonyulnunk? Mindenképpen megértéssel. Lehetnek rossz napjaink, és el kell fogadni, hogy vannak rossz napok. Nem kell egyből kritizálni a másikat, hogyha most egy kicsit csügget, vagy hogyha negatívabban látja a jelenét, mert ez is hozzátartozik a mosthoz, az, amit most átélünk, és ezt is el kell fogadni. Nagyon fontos egy másik aspektus, hogy észrevegyük az érzéseinket, hogy a mieink-e, vagy csak az együttérzésből fakadó, az empátiából fakadó rossz, negatív szomorúság vagy érzés van rajtunk.
vagy elhatalmasodott, és ilyenkor nagyon fontos, hogy azt tisztázzuk magunkban, hogy ez az enyém, hozzám tartozik, vagy nem az enyém ez az érzés. Nekem is volt például múlt héten kétszer olyan napom, amikor nagyon fájt a fejem, sírhatnékom volt, elgondolkodtam, ez most az enyém, vagy átvettem valahonnan. És rájöttem, hogy az az idő, amit a közösségi médián töltöttem, egy kicsit hosszabb volt a kelletténél, és egészen igen, biztos behúzott onnan téged is, jött. Így van. Na most ugye, kell, hogy igen. Figyeljünk egymásra. Igen? Igen, kell, hogy figyeljünk egymásra, akkor ezen fűzöm tovább a dolgokat. Igen, igen, hogy, igen, kell, hogy figyeljünk egymásra. Otthon vagyunk, ugye kell, hogy figyeljünk egymásra. Vannak olyan családok, ahol van óvodás is, van iskolás is egyszerre. Anya, apa is dolgozik esetleg, vagy lehet, hogy az egyikük bejár dolgozni, és csak a másik marad otthon, ugye kényszerhelyzetből. Szóval érdekes dolgokat hoz ez az egész dolog most, és ugye nagyon hiányzik az embereknek talán a társaság, az a fajta kimozdulás, ugye a megadott, hát az otthoni környezetből, hogy egy picit ugye mindenki kiélhesse azokat a dolgokat, a sport, egyéb szempontból, amit közösségben szoktunk csinálni. Na ez most egyáltalán nincsen. Talán ez az egyik legnehezebb dolog, ugye? A társaság, a társas érintkezés, a visszajelzések, igen, hiányoznak, az ölelések. Két olyan ismerősöm is van, aki tegnap például síró görcsöt kapott attól, hogy neki nagyon hiányzik, hogy őt megöleljék. Egyedülálló otthon van, egyedül egy lakásban. Ahol család van, és többen vannak egy lakásban, rendkívül fontos, hogy tervet készítsenek. Beosztani én időt, közös időt, tanulási időt, munkaidőt és teret. Tehát nem csak az időt, a teret is. Tanácsolom, hogy ezt például, ahol gyerekek vannak, ábrákkal, szimbólumokkal jelezni kell fehér, minél nagyobb papíron, felületen, ha van esetleg táblájuk, az a legjobb. Betáblázni, hogy a gyerekek lássák, hogy mikor kell a szülőnek dolgozni, mikor kell a szülőnek egy kicsit pihenni, saját magára maradni valahol, és ide nagyon vicces, de lehet, hogy csak a fürdőszoba marad, mint utolsó hely, ahol az ember egy kicsit meghúzhatja a lelkét, azt is tiszteletben kell tartatni a gyerekekkel, meg kell értetni velük, hogy ez nem szabadság. Ez most nem az az állapot, amikor a szülők szabadságon vannak és pihennek, hanem ez egy más állapot. Ez egy krízis helyzet, meg lehet nekik szépen magyarázni, kell, hogy megértsék, hogy mi történik, és mint mondtam, rendkívül fontos, és elnézést az ismétlésért, de nagyon-nagyon fontos, hogy legyen szabad és közös terünk és időnk, és ezt igen. Építsük fel napról napra szépen. Igen. Te azt is mondtad nekünk, és a te jó voltadból, ha minden igaz, talán megmutathatunk olyan ismert celebek, től is videókat, hogy ők hogy érik igen. Meg ezt a helyzetet. Te azért sokakkal kapcsolatban vagy. Egy picit térjünk rá erre is, hiszen az elején ezzel kezdtük, hogy nyilvánvalóan a színészek és olyan emberek, akik ugye fellépnek a mindennapokból, mindennapokban ebből jön nekik a bevétel, az most teljesen ugye abba maradt. Tehát nekik most jelenleg nincsen fix bevételük, és azért lehetett látni a hírekben egy-két olyan ismert embert is, aki tényleg komolyan kétségbe esik, még akár ugye takarítani is elmenne bárhova. Igen, ők is első pár napot az eddigiekből én azt mondtam le, hogy úgy tekintették, mint szabadságot, hogy fú, egy kicsit megpihenhet a lelkem, egy kicsit fellélegezhetek, igen ám, csak eltelt egy hét, és a különböző szomorúság, pánik, mi lesz velem érzések azért már beférkőztek. Mindannyiukban ott van a nagy kérdés, hogyan tovább és mikor. Leginkább a mikor fogok tudni újra dolgozni. Ugyanakkor nagyon hullámzó a kedélyállapotuk, mikor lent, mikor fent. Nagyon kevés celeb mondta azt, hogy lineárisan pontosan minden nap ugyanúgy telik, de van olyan is, aki nagyon tervszerűen alakítja az életét, és aztán van olyan, aki már kétszer végig takarította a lakását. Igen, igen.
mert mondjuk egy 50 négyzetméterben lakik, és befejezte gyorsan, de most aztán hogyan tovább? És nincs terv a hogyan továbbra. És itt tulajdonképpen most beszélhetünk ismert emberekről, és nem ismert emberekről. Itt a probléma mindenkinél ugyanaz. Annál is, aki elvesztette esetleg az állását, és az is, aki ugye akár a celeb világból, vagy ismert emberek világából, vagy művész emberek világából veszünk, aki pedig a bevételétől esett el, majdnem, hogy ugyanarra a sorsra jutott, mint akinek akár a munkája szűnt. Így van. Így van. Azt kell mondani, hogy szinte mindannyian egyformán éljük át most ezt a helyzetet. Lehet, hogy nem egy időben, ám ugyanazokon a dolgokon fogunk keresztül menni, kivétel nélkül. Ugyanazon. Lesz, amikor rosszul érezzük magunkat, amikor kétségbeesünk, lesz, amikor kétségek vesznek hatalmukba. Végig fogjuk élni mindezt, és minden mellett én szívből remélem, hogy azért... jobban összefog ez majd minket, mint ahogyan eddig viselkedtünk egymással. Mennyire segítenek azok a videók, vagy azok a hírek is, amik képekben is megjönnek azokról a helyekről, ahol igazán nagy a baj? Gondolok arra, hogy betekintést nyerhettünk ugye olaszországi kórházakba, sőt mai napon a madridi kórházban is készítettek egy felvételt, és hát ugye nem jó a helyzet. Ez a tudat, ez a valóság ezen visszaadása mennyire, hát hogy is mondjam, józaníthat ki minket, vagy kényszeríthet minket arra, hogy még fegyelmezettebben viselkedjünk? Én azt mondom, hogy van egy réteg, azt tapasztaltam, hogy van egy réteg, aki ezt megértette és komolyan veszi. Otthon marad, vigyáz, nem érintkezik másokkal, hazarendeli esetleg a bevásárlást, az ételt, stb. És van a másik réteg, akik nem hiszik el, hogy ez velünk megtörténhet. És itt nem bántanám az időseket, mert nem csak az idősek viselkednek így. Én személy szerint nagyon komolyan vettem ezeket a videókat, nagyon sok volt hallgatóm dolgozik az egészségügyben, hallom, hogy azért már nálunk is elég nehéz a helyzet, nagyon sok a túlóra, nagyon kevés a védőfelszerelés, és nagyon-nagyon erős a hivatástudat, ám most ez nem elég. Ez igen. Nem elég, nagyon-nagyon be kellene, hogy tartsuk a szabályokat, még a nem írt szabályokat is, és vigyáznunk kellene magunkra, egymásra, és mindenki másra. Márti, nagyon szépen köszönjük neked. Én is nagyon köszönöm. És hogyha nem haragszol, akkor így adásban is mondanám, hogyha eltelik még egy kis idő és történne bármi, akkor időnként nagyon szívesen vennénk, hogyha Skype-on keresztül tudnánk beszélgetni veled. Nagyon-nagyon szívesen, nagy szeretettel, bármikor. Köszönöm szépen, Márti. Én is köszönöm, és kitartást, jó egészséget mindenkinek. Viszont kívánjuk neked is. Köszönöm. Most pedig folytatjuk a Háttér Extrát, egy munkajogász van a telefonban, köszöntöm. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Hát azért beszélgetünk most önnel, mert nyilvánvalóan a vírus, illetve a járvány helyzet miatt már most is hallottunk, láttunk sajnos olyan bejelentéseket, vagy gyáraknál, nagyobb gyáraknál, de sajnos valószínűleg a kisebb cégeknél is előfordult, hogy el kellett bocsájtani embereket. Ön mit tapasztalt mostanság? Hát ezek a legszélsőségesebb intézkedések, amire ön is hivatkozik, az elbocsátások, ezek sorozatban sajnos megtörténtek. Sok megkeresés jött az irodánk felé is, hogy jogorvoslati eljárást kívánnak kezdeményezni. Én úgy gondolom, hogy önmagában a járványhelyzetre való hivatkozás az nem olyan indok, ami alapján jogszerűen meg lehetne szüntetni bárkinek a jogviszonyát. A másik pedig, mivel ez egy gyakorlatilag a munkavállalók egy teljes egzisztenciális ellehetetlenítéshez vezethet, még az ilyenkor aláírt kierőszakolt közös megegyezéseket is agályosnak tartom, mert a véleményem szerint ezek a megállapodások a jó erkölcsbe ütköznek. Mégis ugye hát veszélyhelyzet van, illetve nagyon drasztikusan hirtelen szűntek meg akár beszerzések, munkalehetőségek, tehát a cégek sincsenek a legkönnyebb helyzetben nyilvánvaló. Hogyan kell fölkészülnünk mi, nekünk mondjuk munkavállalóknak erre a helyzetre, és mire kell, már egy-két dolgot azért mondott nekem, mire kell odafigyelnünk ilyenkor? Hát én azt hiszem, hogy az alap az az lenne, hogy a munkáltató és a munkavállalók leüljenek,
vagy a munkáltató és az érdekképviseletek leüljenek, és megpróbáljanak olyan megoldásokat kidolgozni, amivel el lehet kerülni a felmondást. Erre egyébként a lehetőséget ad a munkatörvénykönyve, tehát úgy mentesíteni lehet a munkavállalót a munkavégzés alól, akár hosszabb távra is, hogy ne az állásidő szabályai szerint járjanak el, amikor ugye a személyi alapér 100%-át ki kell fizetni, hanem a felek megállapodhatnak egy alacsonyabb díjazásba is, ami azt jelenti, hogy így a cégek egy kis levegőt kapnának, és gyakorlatilag ugye a kormány céljainak megfelelően fönntarthatnák a munkaviszonyokat, ideiglenesen megmenthetnék az álláshelyeket. Tehát ez lenne szerintem a célra vezető eljárás, és nem az, ami sajnos történik, hogy kétszer szabadságolás, kényszer fizetés nélküli szabadságra küldés, vagy a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetése. Nézzük a helyzeteket. Mit tehetek én akkor, hogyha munkavállalóként azt mondom, hogy félek és nem szeretnék bemenni dolgozni? Megtehetem én ezt? Hát ilyen jelzéssel lehet élni. Hát ebben az esetben a munkáltatóval valamilyen megállapodást kell kötni. Hát tipikusan ez az az eset, amikor a munkavállaló kérésére mondjuk egy legitim fizetés nélküli szabadságba állapodnak meg a felek. Aha. Ez azt jelenti, hogy nem szűnik meg a jogviszony, de erre az időre nem is jár díjazás, és azért azt is tudomásul kell venni ilyenkor a munkavállalónak, hogy 30 nap után már tehát önmagának kell az egészségbiztosítását rendeznie. Igen. Mi van akkor, hogyha most ebben a helyzetben a gyerekek is otthon vannak, és a szülők egyik vagy másik, vagy akár felváltva kényszerülnek otthon maradni, hogy vigyázzanak a gyermekükre? Hát ugyanez a szitu. Ugye alapvetően mindenkinek ugye munkát kell végezni. Nyilvánvaló, hogyha önkényesen valaki távol marad a munkájától, és bármilyen érthető okból is történik ez az igazolatlan távollét, akkor ez a munkáltató számára egy olyan típusú magaslata, hogy azonnali hatállyal megszüntetheti a jogviszonyt. Ezért is mondom azt, hogy vannak munkajogi szabályok, de nem erre lettek kitalálva. Igen. Tehát nem egy ilyen rendkívüli helyzetre, és itt lenne nagyon fontos, hogy a felek együttműködjenek, és konszenzus, valamilyen konszenzust hozzanak létre, amivel átvészelhetik ezeket a hónapokat. Hát ez másképp nem lehet csak tárgyalásos úton. Igen, egyébként a kormány is pont ezt mondta, bármi furcsa is ön is mondja, mert ugye nincs erre nagyon jogi forma, hogy ilyenkor nagyon fontos az, hogy konszenzusra jusson egymással a két fél, tehát hogy tényleg üljenek le és kommunikálják le azt, hogy mi a legjobb. Nyilván a cégnek is, és a munka, tehát a munkáltatónak és a munkavállalónak. Na most egy picit arról, hogy mi van akkor, hogyha valaki karanténba, hatósági karanténba kerül, és otthon kell maradni a két hétig. Jár hát akkor a táppénz? Igen, ez az egyszerűbb eset, mert erre a jogszabály egyértelmű rendelkezést ad, igen, táppénz. Uh-huh. Táppénzre jogosult. Ha járványügyi intézkedés keretében nem tud ugye munkát végezni, és zár alá kerül valamilyen módon, akkor táppénzre jogosultá válik, ez egyértelmű. Most nem tudom, önt mennyire keresik meg, vagy milyen helyzetek, élethelyzetek fordulnak elő manapság a járványhelyzet kialakulása miatt. Tud nekünk esetleg példákat mondani? Hát például tegnap volt nálam két fiatal informatikus, 30 körüliek, akik elmondták, hogy egyik pillanatról a másikra a kezükbe adtak egy olyan megállapodást, amely szerint visszamenő hatállyal az hónap elejére közös megegyezéssel megszüntetik a jogviszonyukat. Arra hivatkozással, ugye, amit az előzetesben is hangzott, hogy a cég gazdasági helyzete az megnehezült, elnehezült, és hogy nem látnak más alternatívát, mint hogy azonnal kiseplik a saját munkavállalóikat. Hát ez egy ilyen kisebb cég, 10-12 alkalmazottal, és hát a tragikus az, hogy ezek az emberek aláírták úgy, hogy át sem gondolták a helyzetüket, csak másnap esett le a tantusz, hogy még a felmondási időt, azt a 30 napot sem volt hajlandó a munkáltató kifizetni.
Jaj, hát igen, ez is egy fontos kérdés, hogy felmondási idő, illetve mikortól járhat esetleg végkielégítés valakinek, erről egy picit még beszélhetünk? Persze, hát a normál esetben a végkielégítés az a 3 év után jár, ha valaki 3 évnél többet, 3 évet, vagy legalább 3 évnél többet eltölt egy munkáltatónál, és ez ahogy az időben megyünk előre, ez elérheti a mondjuk 20-25 évnél már a 6 havi távolléti díjnak megfelelő összeget, a felmondási időnél hasonló, 30 és 90 nap közötti felmondási idő jár, aminek a feléről legalább fel kell menteni a munkavégzés alól a munkavállalóhoz. Hát ez az általános szabály. De igen, ami most ugye a gyakorlat az, hogy a munkáltatók egy részre itt próbálja erőszakolni a közös megegyezést, és ebben az említett esetben még azért is volt felháborító a munkáltatói eljárás, mert hogy nem hogy a jövő időre vonatkozóan szüntette meg a jogviszony, hanem visszamenő hatálya egy olyan időszakra, amit egyébként a érintettek le is dolgoztak. Ó, oh. Jaj, hát reméljük, hogy azért ez megoldódik majd, vagy hát egy idő után normalizálódhat, bár még azért a neheze előttünk áll. Hát így van, ezért lenne nagyon fontos például, hogy a nagy érdekképviseletek, a nagy szakszervezetek, a munkáltatói érdekképviseletek, meg a kormány leüljön, és kitalálja, hogy hát nem csak a gazdasági társaságokat, hanem a munkáikat elvesztő munkavállalókat hogyan lehetne konkrétan támogatni. Erre vannak már példák ugye más országok esetében. Igen. Ügyvéd úr, nagyon szépen köszönjük, hogy egy picit legalább át tudtuk ezt tekinteni és beszélni ezeket a kérdéseket, és bízunk benne, hogy azért normalizálódik majd a helyzet. Nagyon szívesen, és hát csak annyit kívánok mindenkinek, hogy próbáljon vigyázni magára, és próbálja ezeket a nehéz időket túlélni valahogy. Köszönjük szépen! Viszontlátásra! Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, ennyi volt a Háttér Extra csütörtökön, és természetesen még jövünk holnap is a legfrissebb fejleményekkel, tartsanak velünk, ha tehetik. Minden jót, viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.